Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Jogorvoslat. Tolna megyében Szekszárdot kivéve várhatóan mindenhol jogerőre emelkedett a választás eredménye. Nyomozás indult, a rendőrségnél vizsgálják, hogy kinek a hibájából történt gázrobbanás Szekszárdon. Kerékpárút, hamarosan birtokba vehetik a Paks és Dunakömlőt közti szakaszt a biciklisek. Drasztikusan drágulhat a tojás, nem árulnának ketreces tartásból származó tojást a nemzetközi kereskedelmi láncok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Területi Választási Bizottsághoz a határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, Szekszárdon viszont több beadványról is tudnak, így minden bizonnyal itt még várni kell a vasárnapi önkormányzati választási jogerős végeredményére. Ez azt jelenti, hogy Tolna megye többi településén a következő 15 napban megalakulhatnak a képviselőtestületek. Az október 13-án megtartott önkormányzati választás végeredményét még aznap megállapíthatták a választási bizottságok, de az is előfordulhat, hogy ez átcsúszott már a következő napra. Ettől az időponttól kezdve 3 napon belül lehet megtámadni az eredményt jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. Ez a határidő már lejárt. A Területi Választási Bizottsághoz még nem érkezett ilyen beadvány, arról viszont tudnak, hogy Szekszárdon a szavazás végeredményét több esetben megtámadták. Ha helyt adnak a kérelemnek, újra átnézik a szavazólapokat. Ebben az esetben a Területi Választási Bizottság be fogja kérni a helyi választási irodáktól az adott szavazókörnek a szavazatait, és a Területi Választási Bizottság fogja megszámolni ismételten a szavazatokat, és megállapítja a végleges eredményt. Ebben az esetben a bizottságnak 6 napra növekedik a jogorvoslat elbírálásának a határideje. Szekszárdon várható volt, hogy lesz igény a szavazatok újra számolására, hiszen 4 választókerületben is 20 alatti a különbség a győztes és a második legtöbb voksot kapó jelöltek között. A különbségnél mindenhol több az érvénytelen szavazatok száma. Az Éjjel Szekszárd Egyesület és a Fidesz-KDNP ugyanúgy érdekelt lehet egy-egy választókerületben a szavazatok újra számlálásában. Szerettük volna megtudni, hogy kik, milyen indokkal és melyik választókerületekben szeretnék elérni a szavazatok újra számlálását, de a helyi választási iroda vezetőjét egész nap nem sikerült elérni, így azt is csak a Területi Választási Irodán keresztül sikerült megtudni, hogy kifogások is érkeztek Szekszárdra. Az ilyen kifogásoknak az is lehet a végső eredménye, hogy akár megismételtetnek egy-egy választást az adott egyéni választókerületben. Ha idáig nem jutnak el a jogorvoslati lehetőségek során, akkor jogerőssé válik a választás végeredménye, és a jogerőre emelkedés után 15 napon belül meg kell alakulniuk a települési képviselőtestületeknek. Ez alól kivétel a megyei közgyűlés, aminek a választást követő 15 napon belül kell alakulóülést tartania. Időközi polgármester választást tartanak a Tolna megyei Gyulajon, ahol október 13-án szavazategyenlőség miatt nem sikerült polgármestert választani. A helyi választási bizottságnál nem kezdeményeztek jogorvoslatot, így a választás eredménye jogerős. A településen 3 független polgármester jelölt indult a választáson, közülük Selmeci László és Horváth Lajos egyaránt 188 szavazatot kapott, így a polgármester választás eredménytelen lett. A falu 650 választásra jogosult lakója közül 389-en szavaztak, a 4 tagú képviselőtestület megválasztása eredményes volt. Az időközi választást 120 napon belül kell megtartani, addig a korábbi faluvezető Selmeci László ügyvivő polgármesterként dolgozik. Állatgyógyászati szereket lopott sörért és kávéért cserébe egy férfi NAKON egy mezőgazdasági Kft-től. A disznók és baromfik kezelésére való gyógyszereket egy ismerősének adta minden alkalommal, akitől cserébe élelmiszert és alkoholt kapott. A tolvajt végül az állattartó telep vezetője jelentette fel, a férfi pedig beismerte a lopást a rendőröknek. Nyomoz a rendőrség a múlt héten Szekszárdon történt gázrobbanás miatt, gyanú merült fel ugyanis, hogy valaki hibázott, úgy tudjuk, egy elromlott gázkonvektor miatt történt a hatalmas detonáció, és vált lakhatatlanná 20 lakás. Azt hallottuk, hogy egy nagy robbanás történt.
Ezt mondta az egyik lakó közvetlenül a robbanás után stábunknak. Az asszony sokkos állapotban volt, mint ahogy a többi házban tartózkodó is. Szerencsére nem voltak sokan. Talán ennek is köszönhető, hogy nem történt tragédia. Öten sérültek meg, ketten súlyosan. Mint ahogy már beszámoltunk róla, hamarosan megkezdődik az épület helyreállítása. Jelenleg a lakók bútorait szállítják el az önkormányzati dolgozók, és készíti elő a területet a bontáshoz a kivitelező cég. Hatalmas és veszélyes munka lesz. A kivitelező cég vezetője szerint főként azt a lakást és az alatta levő helyiséget lesz nehéz rendbehozni statikailag, ahol a robbanás történt. Ebben a lakásban egy idős férfi lakott, úgy tudjuk, mielőtt bekapcsolta volna a gázkonvektor lángját, kinyitotta az ablakot, aztán történt a katasztrófa. Ebből az következtethető, hogy nem állt szándékában felrobbantani a lakását. A rendőrség szűkszavúan nyilatkozott az ügyről. Az üggyel kapcsolatban a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán büntető eljárás keretében vizsgálódnak kollégáim, annak megállapítása céljából, hogy emberi mulasztás történt az ügyben. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg lesz felelősségre vonás. Gyanú merült fel ugyanis, hogy valaki hibázott. Információink szerint egy meghibásodott gázkonvektor okozhatta a katasztrófát. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja, hogy mi okozta a robbanást. Erre 30 napjuk van, így legkésőbb november elején nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Addig pedig zajlanak a munkálatok, a rendőrség pedig folyamatosan kint tartózkodik a helyszínen a lakók értékeinek megóvása érdekében. Vasárnapig minden holmiukat el kell vinniük a lakóknak a sérült szekszári társasházból. A kivitelezők hétfőn kezdik az épület megmentését célzó munkákat, akkor már senkit nem engednek be. Az önkormányzattól öten kértek segítséget, mert nincs hova menniük, nekik lakást biztosítanak, de a város végig ott lesz a lakók mellett, ameddig meg nem oldódik a helyzetük, mondta Ács Rezső polgármester sajtótájékoztatón. Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak hasonló esetben a lakók elhelyezésé. Ács Rezső polgármester szerint viszont természetes, hogy nem állnak meg itt. 13 önkormányzati lakást azonnal felszabadítottak, eddig öten jelezték rá igényüket, hárman már be is költöztek. Ketten még gondolkodnak, hogy mi legyen, de nem csak erről van szó természetesen. Én azt gondolom, hogy ha baj van, akkor az önkormányzatnak igenis oda kell állni, és nem kell azt nézni, hogy meddig terjed az ő hatásköre, vagy milyen, mit szabnak rá ki a jogszabályok, vagy éppen a törvények. Úgyhogy mi a takarítástól elkezdve a beüvegezés, az ablak beüvegezéséig, illetve a butorok elszállításáig mindenben segítünk természetesen a lakóknak. Az önkormányzat ezen túl pszichológiai segítséget is biztosít, és folyamatosan figyelik az eseményeket. Most a sérült lakások kiürítése zajlik, mert hétfőn elkezdik az épület megmentésére irányuló munkákat, és akkor már senki nem mehet be az épületbe. Korcsmár István, a kivitelezést vállaló Aliszka Bau ZRT vezetője azt mondta, bonyolult, komplikált és veszélyes munka vár rájuk. Mindent kézzel kell csinálniuk, mert gépeket a súlyuk és a rezgésük miatt nem vihetnek be. Azt gondolják, hogy megmenthető az épület, de hozzátette, hogy sok tényezőt nem ismernek, csak feltételeznek, ezért bármi előfordulhat. A helyreállítást jó részt a ház biztosítása fedezi majd. Ha nem lesz elegendő, akkor az önkormányzat a magyar kormánytól kér majd segítséget annak érdekében, hogy ezt teljes egészében meg tudjuk valósítani. A katasztrófavédelem is dolgozik a helyszínen, ők 4 fős csoporttal végzik a tűzvizsgálati eljárást, 60 napjuk van megállapítani, hogy mi okozta a robbanást. Tréleres teherautót vontató tréleres teherautót fogtak a rendőrök Paksnál. A nem mindennapi látvány tűnt fel a rendőröknek, akik azonnal megállították a román rendszámú kocsit. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a szerelvény súlya jócskán meghaladta a megengedett legnagyobb ösztömeget. A kocsi sofőrjét végül előállították és gyorsított eljárás alá vonták. A szabálytalanul vontató férfi több 100 000 forintos bírságra számíthat. Elkészült a 2,5 kilométeres kerékpárút Paks és Dunakömlőt között. A beruházás bruttó 663 millió forintból valósult meg, ebből 540 millió forint topos pályázati forrásból érkezett. A kerékpárút hálózat kiépítése Pakson tovább folytatódik, jelenleg a Gesztenyés úton folyik egy újabb szakasz kialakítása. A 2,5 kilométeres kerékpárút szakasz Paksnál a 6-os útnál a komphoz vezető úttól indul, és Kömlődnél a vasúti vágányon áthaladva a 6-os úton egy átvezetéssel zárul. Több helyen keresztezi a vízügynek egy fenntartó útját, itt az árvízvédelmi töltés után.
ezeknél a keresztezéseknél megfelelő előrejelzések mellett korlátozó akadályokat telepítettünk az útra. Mintegy 11 korlátozó akadályt telepítettek az útra, melyek beszűkítik a két nyomvonalat egy nyomra. Ezek lelassítják a kerékpárosokat, mielőtt rátérnének a közútra. Mindenre baleset megelőzés szempontjából volt szükség, mondja a szakember. Illetve akadályozza a személygépkocsik ráhajtását a kerékpárút. Az induló szakaszon a kerékpárút mellett kialakított vízelvezetési árok többek között ezt a célt is szolgálja. A felmerülő hibákat még kijavítják, és várhatóan két hét múlva birtokba is vehetik hivatalosan is a kerékpárosok. Töltésen akár el lehet kerékpározni majd ezt követően Madocsáig, illetve Bölcskéig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szabadidő hasznos eltöltése céljából is egy nagyszerű kerékpárutat sikerült átadnunk a paksiaknak, illetve a dunakömlődieknek. A beruházás bruttó 663 millió forintba került, ebből 540 millió forint topos pályázati forrásból érkezett. A kerékpárút hálózat kiépítése Pakson tovább folytatódik. Jelenleg a Gesztenyés úton folyik egy újabb szakasz kialakítása. Nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást a nemzetközi kiskereskedelmi láncok néhány év múlva, a váltás akár 40%-os drágulást hozhat, vagyis egy darab tojása a jelenlegi 40 forint helyett akár 60 forintba, sőt egyesek szerint 100 forintnál is többe kerülhet majd. A szekszárdi piacon az SS méretű tojás 36 forintba, az MS 38 forintba, az LS méretű tojás 39-40 forintba, az XL-es tojás pedig több helyen 42 forintba kerül jelenleg. A vásárlók azt mondják, már ez sem könnyű kifizetniük, ha pedig még ennél is drágább lesz, akkor még kevesebb tojást vesznek majd, ám lemondani nem tudnak róla. A drágulás az mindig azt hozza elő, hogy annyira keveset vesznek, amennyi éppen szükséges. A tojására azért kúszhat 50-60 forint, vagy egyesek szerint 100 forint fölé, mert 2025-től a multiláncok leállítják a ketreces tartásból származó tojások felvásárlását. Két hipermarket lánc már be is jelentette hivatalosan is, hogy ezt meg fogják lépni. A szekszárdi piacon több termelővel beszéltünk, akik ketreces tartásban termelt tojásokat árulnak. Azt mondják, nem hiszik, hogy megmerik lépni ezt a nagyáruházláncok. Nem lesz igaz. Nem? Biztos, hogy nem. Ha nem tudják betartani, hát ha nem ketreces a tartás, akkor szabad tartású. Na most, hogyha ő, akiktől veszem, van 50 ezer tyúkjuk neki, akkor az 50 ezer tyúkot hol fogják tartani? Azt mondják, hogy szabad tartásban nem lehet tartani ekkora mennyiséget ezt. Ha valóban nem árulnak majd ketreces tyúktartásból származó tojást a nemzetközi kiskereskedelmi láncok, az veszélybe sodorná a közép-európai, ezen belül is a 90%-ban ketreces tartást alkalmazó magyar tojás ágazatot, mondta Pákos Gergely, a Magyar Tojó Hibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. Az érdekvédők szeretnének tárgyaló asztalhoz ülni az áruházláncok képviselőivel és meggyőzni őket, hogy gondolják újra a fenntarthatósági szempontokat és ezt a tervüket. Győzelemmel kezdett a KST Szekszárd az Európa Kupában a belga élcsapat Basket Hema ellen otthon. Az első félidő után úgy tűnt, egy közepes teljesítmény is elég lesz a szinte csak utánpótláskorú U20-as kategóriába tartozó játékosokat foglalkoztató belgák ellen a biztos győzelemhez, de lett izgulni valója a második játékrészben a hazai közönségnek. A belga fiatalok fizikálisan szemmel láthatóan fölénybe kerültek a passzjátékban sokat hibázó KSC-vel szemben, és az utolsó 3 percben 3 pontra följöttek. A hajrában a szekszárdi csapatban végig kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 28 pontig jutó horvát bedobó Dojkić ellenállhatatlan játékával szinte egyedül hozta meg a veszélyben levő győzelmet csapata számára. A végeredmény KSC Basket Hema 59-55. Regionális híreink következnek. Műemlékvédelem sérült mentés, katasztrófavédelmi bemutató Pécsen. Vagyonvédelmi cégekkel trükköztek, 2 milliárdos csalás miatt kell felelniük. Terítéken a századelei vendéglátás, Krúdi nap Siófokon.
Villámárvíz és hatalmas vihar bontotta meg Pécsen a püspöki palota tető szerkezetét, a leomló gerendák betörték a cella Szepti-Hora látogatóközpont üvegtetejét, bent a személyzet és a látogatók is megsérültek. Szerencsére ez csak egy kitalált helyzet, mely a Műemlék 2019 nevű gyakorlat része. A bemutató fő célja a műemlékek megóvása, illetve a szakszerű mentési folyamat elvégzése természeti katasztrófa helyzetben. A cella Szepti-Hora látogatóközpontból kimentett sérülteket látják el mentőtiszt szakos hallgatók. Meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogyha baj van, akkor mit tegyen egy műemléki környezetben. A kivetítőn pedig a világörökség részeként számon tartott épületen belüli akciót követhették figyelemmel az érdeklődők. Pécs történelmi belvárosában ugyanis katasztrófavédelmi bemutatót tartottak a tűzoltók, a rendőrök és az egészségügy szakos egyetemisták közösen. A gyakorlat szerint természeti katasztrófa sújtotta a látogatóközpont és környékét. A feltételezés szerint egy villámárvíz következtében, ami Baranya megye fő veszélyforrása egyébként, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik a mecsek területére, széllel, villámlással jár ez az időjárási szélsőség. A püspöki palotában a tetőszerkezetet megbontja a szél, onnan gerendák esnek a cella Szepti-Hora tetejére. Az épületből pedig hatalmas értékű műtárgyakat, valamint a bentartózkodó személyzetet és a látogatókat kell szakszerűen kimenteni ők a katasztrófavédelem munkatársainak. Amint a sérülteket a felszínre hozták, az egyetem mentőtiszt szakos hallgatói folytatják az ellátást. Az ott lévő látogatók közül sérültek néhányan. Próbáltuk úgy összeállítani a sérülés mintázatot, hogy ez akár egy valós helyzetet is tudjon tükrözni, tehát lesz közöttük két súlyos életveszélyes sérült, lesznek könnyebb sérültek is. Összegészében 6 fő az, akit most itt jelen pillanatban a mentőtiszt hallgatók ellátnak. A gyakorlatot teljesítő szervek, intézmények gördülékei munkavégzésének fejlesztését szolgálja ez a bemutató. Az eseményen elhangzott, bár az akció igen látványos, a legfőbb cél a mentésben résztvevők közötti minél szorosabb együttműködés fenntartása. Közel 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a vagyonvédelmi cégek, amelyek ellen a napokban emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt kell majd felelniük a bíróság előtt. Az ügyben a szálak egy bűnszervezet tagjaihoz vezettek, akik vagyonvédelmi tevékenységük során közel 2 milliárd forint hiányt okoztak a költségvetésnek. Ezek az elfogás pillanatai abban az ügyben, ahol a fővádlottak egy rangsor szerint felépülő bűnszervezetet hoztak létre. Ezen keresztül károsították meg az államot. Gazdasági társaságokat alapítottak, ezeknek a cégeknek az élére a bűnszervezet tagjai kerültek, de ténylegesen ők strómanok voltak, és a tevékenységet, illetőleg a cégek vezetését a két bűnszervezeti vezető látta el. Ezt követően ezek a gazdasági társaságok szerződéseket, vállalkozói szerződéseket kötöttek a megrendelőkkel a vagyonvédelmi tevékenység ellátására. A két vádlott így egy 15 tagból álló bűnszervezetet irányított. Az ország több településén vállaltak biztonsági őrzéssel, vagyonvédelemmel, takarítással kapcsolatos munkákat. Az ország különböző területein több mint 100 főt alkalmaztak havi szinten a cégek. Ezeket az embereket bejelentették, a munkabérüket a gazdasági társaságok kifizették, azonban a foglalkoztatással, munkavállalással járó egyéb járulékokat, adókat nem fizették be a költségvetésnek. Évenként váltották ezeket a cégeket, pontosan azért, hogy a hatóságoknál ne bukjanak le, és ne kerüljenek a látókörükbe. Így 2013 és 2017 között több mint 1,8 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A vádlottak által elkövetett bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. A Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt emelt vádat az ügyben a napokban. A 20-30-as évek ételeit és terítékeit is bemutatták a 28. Krúdi napon Siófokon. A hagyományos programon 5 vendéglátással foglalkozó szakiskola tanítványai mérték össze tudásukat. Az eseményen elhangzott, a pincér és szakács szakma újra népszerű a pályaválasztó fiatalok körében. Ugyanakkor fontos az is, hogy magas színvonalon oktassák ezeket. Köszönöm.
Egy percre sem pihentek a fiatal szakácsok a konyhában. Az idei Krúdi napon a 20-as, 30-as évek gasztronómiája volt a téma mind a főételek, mind a desszertek elkészítésénél. Idei versenyen lesz egy becsinátlevesünk. Hát a tálalás az nem 1920-as, elnézést, csak kicsit újra van gondolva, én azt mondom. Előételünk lesz egy ilyen alkoholbász puliszkával és egy citrommártassal, főételünk pedig egy töltött borjuszegy, maronnyelvvel, szalonnával, sonkával van megtűzdelve, és annak a levéből csinálunk egy pikáns mártást, és emellé lesz burgonyafánk. A főételek mellett természetesen helyet kaptak az édességek is, hiszen nem csak a szakács, de a cukrásztanulók is versengtek egymással. Én mondjuk jobban szeretem megcsinálni, és én nem is eszek olyan sokat, mert olyan jó érzéset adta, hogy így esznek, és akkor mondják, hogy jó, ez milyen finom, és akkor még esznek, az annyira jó érzés szerintem. A fiatalok szakmai felkészültségét Póner Ádám követte nyomon, aki 5 évvel ezelőtt még ugyancsak tanulóként leste el az apró trükköket. Az ifjú szakács azt is elárulta, hogy ez bizony sokszor kemény és megterhelő munka, de ugyanakkor ez adja a szépségét is. Lehet, hogy kemény, lehet, hogy megterhelő, és nagyon nehéz benne, nagyon hosszú távon jól elhelyezkedni, viszont nagyon sok szép oldala van. Tehát, hogy az a szintű kreativitás, és az az átfogó, ami tehát ugye a természetet meg az életet át tudja fogni alapanyagok szintjén, meg a konyhai életnek a pörgése azért az egy nagy pozitívum is az egésznek. A vendéglátás megújulása, a gasztroforradalom egy újfajta vendéglátói kultúra kialakulását is jelenti, amely a szakma iránt komolyan érdeklődőket hamar a csúcsra juttathatja. Erről beszélt Csapodi Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke. Gyakorlatilag sztárrá válhatnak. Ez azért nagyon-nagyon jó, mert egyből érzik azért azt a megbecsülést, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is, ami nagyon-nagyon fontos azért, hogy újabb lendületet kapjanak. Úgy tudjanak dolgozni a mindennapokban, ahogy mondjuk ezen a szinten már dolgozni kell. Ádámnak tényleg nagyon-nagyon frissek az élmények, és én abba bízom, hogy azok a fiatalok, akik itt versenyeznek, annyira kedvet kapnak az egész szakmához és a versenyzéshez is, hogy ugyanezt a karrierbe tudják futni. A szakemberek úgy látják, a gasztronómiai képzés megújítása mindenképpen szükséges, de csak úgy, hogy a hagyományokat megőrizve épül ki egy 21. századi vendéglátói, oktatói rendszer, ahol a fiatalok egyaránt elsajátíthatják a hagyományos és a legújabb technológiákat. Idén 5. alkalommal rendezték meg a Mi a pálya, a műszaki pályaválasztó fesztivált. Az országjáró roadshow pécsi állomására több száz iskolás érkezett, akik megismerkedhettek a régió legnagyobb cégeivel, valamint játékos formában próbálhatták ki a különböző műszaki berendezéseket, technológiákat. Pécsi iskolások ismerkedhettek meg a műszaki szakmákkal a Mi a pálya műszaki pályaválasztó fesztiválon. A Lauberdezső sportcsarnok megtelt a régió vezető cégeivel. A standoknál játékos formában mutatkoztak be a fiataloknak az egyes vállalatok. Az idén 5. alkalommal szervezett eseményen 27 kiállító vett részt. Itt nem csak a pályák világának az ismeretét, hanem a kormányhivatal együtt az önismeretet is próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, segíteni ebbe a jobb megismerésbe. Tehát mindenképpen a pályaorientációnak ez a két része, hogy az önismeret és a pálya ismeret megvalósuljon, erre törekszünk élmény alapon. A pályaválasztás előtt álló fiatalok nem csak a munkaerőpiacon helyezkedhetnek el, hiszen a továbbtanulásra is van lehetőség, hangzott el a megnyitó ünnepségen. A Pécsi Szakképzési Centrum iskolái 8 településen működnek, szinte mindenhol lehetősége van a diákoknak arra, hogy valamilyen műszaki pályát elkezdjenek tanulni, akár 8. után, akár érettségi után. A fesztivál kiemelt támogatója az E.ON, a villamos energia és gázszolgáltató cég szintén nyújt képzést a tanulóknak, de munkalehetőséget is kínál. A régió vezető szerint szinte minden ágazatról elmondható, hogy szakember hiányban szenvednek. Ugyanis az látszik, hogy nagyon nagy igény van az innovatív, új technológiák kitalálására, megvalósítására, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség azoknak a fiataloknak, akik ezeken a területeken dolgozni akarnának.
Tehát most már nem arról szól a villanyszerelés, hogy a konnektort szerelgetjük, hanem itt drónokat használunk. A kiállítók között olyan vállalatok is megjelentek, mint például a Honza Kft. Az egyik legnagyobb autóipari beszállító cég célja, hogy megmutassa az érdeklődő fiataloknak a vidéki városokban is elérhető kiváló minőségű műszaki munkahely. Mi autóipari beszállítók vagyunk, és a Honza Kft. Piacvezető a saját területén, és éppen ezért megmutatjuk a fiataloknak, hogy hogyan és miből készülnek azok a csomagtérfedlapok, illetve kalaptartók, amelyeket prémium minőségű autókba gyártunk. A program során további interaktív bemutatók várták a tanulókat. Kipróbálhatták többek között a programozást, bepillantást nyerhettek a robotika vagy a 3D nyomtatás rejtelmeibe. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Jogorvoslat. Tolna megyében Szekszárdot kivéve várhatóan mindenhol jogerőre emelkedett a választás eredménye. Nyomozás indult, a rendőrségnél vizsgálják, hogy kinek a hibájából történt gázrobbanás Szekszárdon. Kerékpárút. Hamarosan birtokba vehetik a Paks és Duna kömlőt közti szakaszt a biciklisek. Drasztikusan drágulhat a tojás, nem árulnának ketreces tartásból származó tojást a nemzetközi kereskedelmi láncok. Pénteken is marad a kellemes vénasszonyok nyara jellegű meleg időjárás, kissé megélénkül a déli délnyugati szél, éjszaka is eseménytelen időre készülhetünk. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!